camarão. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó ismét egy Percy Jackson sorozatos update lesz. Nem egy túl hosszú, mert annyira sok infónk úgymond nincsen, a lényeges info két új casting, illetve még egy nagyon fontos információ. Szóval, kezdjük a casting hírekkel, mert egyébként a kamerám meg le fog merülni, mert elfelejtettem, hogy fel kéne tölteni, és nem akarok most várni. Szóval, az egyik, hogy az utolsó két színész bejelentés megesett, ami nem más, mint Zeus és Poseidon színésze, úgyhogy nézzük is. Zeus Lance Reddick lesz. A Rick Riordan leírás alapján, tehát az a baj, hogy ilyen színész memóriám az eléggé tropán van, tehát hogy nem szoktam emlékezni színészekre, csak mindig így meglátom, hogy amúgy ismerős, miben láttam, és akkor jön az IMDb-s keresés, hogy vajon miből lehet ismerős, vagy csak hasonlít valakire, akit láttam valamiben. Szóval ez a színész egyébként a John Wick filmekben benne volt, úgyhogy onnan én őt például ismerem. Na most... A Zeus-szal annyi a probléma, hogy nekem a Percy Jackson miatt, meg szerintem a Lore Olympus miatt is, meg úgy általánosságban Zeusról nincsen egy túl jó véleményem, és így Zeus-t én a legnagyobb ilyen F-boynak tartom, és szegény színésznek a kinézete annyira nem összeegyeztethető azzal a képpel, ami bennem van Zeusról, mert oké, nyilván Zeus ugye az istenek királya, meg ő a legtekintélyesebb isten, úgymond csak mindent, ami él és mozog, azt körülbelül próbál. Meg tudjuk mi, és nem tudom összeegyeztetni, mert ez a színész annyira ilyen tekintélyt parancsoló meg, tehát egy ilyen nagyon... Mármint ebből a szempontból nagyon Zeusos, csak a másik szempontból, ami meg így a mögöttes személyiség nagyon nem, úgyhogy erre nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt hogy fogja a sorozat így összeegyeztetni, hogy amúgy ilyen, bár nyilván a Percy Jackson könyvekben Zeus az inkább ez az erőfitoktatós fickó alap esetben, és nem mondjuk, mint a Lore Olympusban, hogy látjuk így a csetléseit, botlásait közben, hanem csak így utalva van rá mindig, hogy amúgy ez is Zeus gyereke, az is Zeus gyereke, az is Zeus gyereke. Igen, de hogy egyébként, hogyha így azt kell mondani, hogy igen, az istenek királya, meg a legfőmuftibb isten, akkor egyébként maga a színész kinézete az abszolút így passzol, komplexuma, nem tudom, olyan tekintélyparancsolóna, hogyha értitek, mire gondolok. És hogy ilyen szempontból egyébként meg nagyon passzol, csak ez a fuckboyos kép, ami nekem van Zeusról a fejemben, ahhoz nem passzol. De kíváncsi leszek nagyon a sorozatban milyen lesz. Illetve Poseidon színésze nem más lesz, mint Toby Stephens, akit szerintem én nem láttam. Nem láttam így nagyon szintén, ahogy a legtöbb színészt, aki ebben a sorozatban szerepelni fog. Igazából róla nem tudok így nagyon mást mondani, szerintem hasonlít arra, aki a filmekben játszotta a Poseidont. Tudom, hogy sokan csalódottak, hogy nem Logan Lerman-t kasztalták be, hogy játssza az idős, vagy a Poseidont, ugye miután ő játszotta a Percy-t legutóbb, de hát minden esetre ez így is nekem legalábbis megfelelő lesz. Úgyhogy ők az utolsó két színész, akit bejelentettek, és így főszereplők közül úgymond, vagy ilyen nagyobb szereplők közül elvileg így ennyi, aki be van jelentve, és ennyi az, aki meg is fog jelenni, legalábbis én ezt vettem le Rick Riordan posztja alapján. Illetve a harmadik nagy hír, hogy befejezték a forgatást. És ez azt jelenti, és láttam erről egy TikTokot is, valaki azt írta, hogy Rick Riordan azt írta, hogy ugye a post-production munka az majdnem addig tart, mint a forgatás, és ugye a forgatás valami 8 hónapig tartott, szóval, hogyha ezt így kiszámoljuk, kb. Októberre meg kéne lenni a post-productionnek. Ami azt jelenti, hogy szerintem még idén megkapjuk a sorozatot, és nem kell 2024-ig várni. Nekem nagyon tetszik ez a teória egyébként, és hát csak azt nézve, hogy ugye most éveleje van, és tényleg nem tudom, meddig fog tartani az, hogy még ugye a CGI-t meg ilyen olyan dolgokat belenyomjanak, de szerintem nem tart az egy évig. Én nagyon remélem, hogy lesz Percy Jackson sorozat még időn! Úgyhogy ezek a legfrissebb hírek, ezek után szerintem már csak ilyen trélereket fogunk kapni, vagy ilyen képeket a sorozatból, azokat szokták ezek után már kitenni, úgyhogy várjuk ezeket az újabb híreket. Jó lesz! Én tudom, hogy jó lesz, nagyon érzem, hogy jó lesz. Legalábbis Rick Riordan nagyon lelkes, nagyon jókat ír róla, nagyon jókat nyilatkozik róla, úgyhogy
nem hazudna a fanbase-nek, tehát tudja, hogy nem fogadnánk jól, ha hazudna, úgyhogy jó lesz, nagyon-nagyon várom. Tehát, hogy így az egyik legvárósabb dolog ever ez a sorozat most, és nagyon izgatott vagyok, és nagyon jó lesz, és úristen, kész leszek, amikor ez a sorozat végre kijön, és megnézhetem. Úgyhogy ezek lettek volna a legutóbbi Percy Jackson sorozattal kapcsolatos hírek, aztán jelentkezem, hogyha lesznek újabb infók. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal, mert integettem.